Tisztelt képviselőtársaim, ott folytatom, ahol abba hagytam, szeretném megerősíteni ismét köszönetemet, mert ritkán szoktam ilyet mondani itt a ház falai között, hiszen Kövér László és Semmén Zsolt javaslatára emlékezhetünk Szent Lászlóra, hiszen Szent László uralkodása és hagyatéka mindannyiunk számára példaértékű. Szent László erőskezű, hatalmas termetű férfi volt, ahogy a források mondják, a többi ember közül vállal kimagaslott. Nagy testi erejét még 50 éves korában is megőrizte. És ahogy említettem, már László volt az, aki 940 évvel ezelőtt talán először mondta ki, hogy tegyünk igazságot, a tolvajt meg kell büntetni. Itt hadd reagáljak frakcióvezető társam és miniszterelnök úr néhány mondatára. Olyan ügyeket említettek, amelyekben büntetőeljárás indult, de rendkívül érdekes, hogy sem Mészáros Lőrinc ellen, sem Habony Árpád ellen, sem Rogán Antal ellen, sem Tombor András ellen, sem Tiborc István ellen ma Magyarországon semmilyen eljárás nincs. Sem METÜGYben, sem MNB alapítványi ügyekben. A legfőbb ügyészség, az ügyészség minden egyes ilyen kezdeményezést elutasít, tulajdonképpen politikai megrendelésre akadályozza Magyarországon az igazságszolgáltatást. Ahogy említettem, Szent László törvényeinek több mint fele a tulajdon védelméről szólt. Ugye emlékszünk arra, hogy a törvény alapján vagy kézlevágás, vagy akár akasztás is járt a lopásért. Akkoriban igen erős volt az igény a tulajdon védelmére és a lopások megállítására, ez az igény ma is megvan a magyar társadalomban. Ahogy 1077-ben a lopásért kézlevágás járt, úgy 2010-ben az önök alelnöke Pokorni Zoltán is ezt javasolta a tolvajok ellen, de képviselőtársaim, az a baj, hogy a miniszterelnök, a Viktor nevű soros ösztöndíjas, nemhogy a közös tulajdont védené, hanem ő maga a tolvajok vezére. Pokornit félretették, jött helyette Németh Szilárd, és az oligarchák immáron 7 éve rabolják szét Magyarországot. És játszunk el a gondolattal, hogy mi lenne, ha most is érvényben lennének ezek a törvények, hol lenne a felcsúti Nemstróma Mészáros Lőrinc, hol lennének Rogánok, Habonyok, Garancsik, Tomborok, Vajnák, hol lennének azok, akik adóforintjaink és az EU 100 milliárdok ellopásából gazdagodnak. És mehetne panaszra Tiborc, Szent László törvényei rá is vonatkoznának. De tisztelt képviselőtársaim, László 940 évvel ezelőtt pontosan érezte és tudta, hogy a szövetséget hol kell keresnie. Itt nem kívánok most történelem órába bonyolódni, majd miniszterelnök úr, azért ez egy kicsit bonyolultabb volt annak idején, ez a külpolitika, de a vége az volt, hogy igenis nyugaton kell keresni a szövetséges, ahogy nagy királyaink általában tették. És ahogy ezt a Viktor nevű soros ösztöndíjas most abszolút nem teszi, hiszen orosz érdekeket szolgálva atomerőművet épített, az adatokat továbbítja az orosz titkosszolgálatoknak, és korlátozza orosz mintára a magyar civil szervezeteket. De tisztelt képviselőtársaim, László király lovak király is volt, erényekben gazdag uralkodó, védte a szegényeket, védte a nőket. Ezzel szemben ma azt látjuk, hogy a Viktor nevű soros ösztöndíjas nem hajlandó fellépni a nők elleni erőszakügyében, a szegényeket, elesetteket pedig kitaszítja, magára hagyja, vakkomondor és közmunka, ez jár a magyar nőknek és a szegények millióinak. Tisztelt képviselőtársaim, jövőre egy László nevű fogja váltani a Viktor nevű soros ösztöndíjat. Az erőskezű Lászlóval pedig jön majd az igazságtétel. Az ügyészséget megtisztítjuk a politikától, büntetés vár majd minden tolvajra. Helyreállítjuk a jogállamot. A nőket egyenrangú állampolgárokká és egyenrangú munkavállalókká tesszük. Bevezetjük a megélhetési minimumot. Megemeljük a közmunkások, közalkalmazottak bérét, és újra adómentessé tesszük a minimálbért. Megerősítjük a munkavállalói jogokat, az orvosok, ápolók, nővérek végre újra tisztességes fizetést kapnak. Visszaállítjuk a tankötelezettséget 18 évre, és visszaadjuk az iskoláknak a szabad oktatás jogát, az egyetemeknek pedig az autonómiát, a fideszes kancellárokat pedig elzavarjuk. A megújuló energiát fogjuk előnyben részesíteni. Átfogó bérlakás programot indítunk. Dupla-ára emeljük a nyugdíjminimumot, és visszaadjuk a 13. havi nyugdíjakat. Meggyőződésem, hogy ma Szent László is ezt tenni. Közös jövőnkért, Magyarországért. Köszönöm a figyelmet.
Dömöttör Csaba államtitkár úrnak jutott a feladat, hogy válaszoljon. Parancsoljon. Elnök úr, tisztelt frakcióvezető úr, azért a rendszerváltás egyfajta lezárása az, hogy az MSZP szentekre hivatkozik itt az országgyűlésben. Sajnáljuk, hogy politikai tevékenységük során egyébként máshol nem érvényesítik a keresztény elveket. Sokszor végighallgatjuk önöket itt a házban, és akárhányszor meghallgatjuk a felszólalásaikat, az megerősít bennünket abban, hogy semmi szín alatt nem érdemes az ország irányítását a Magyar Szocialista Pártra bízni. És ennek három oka van, három alapvető oka van. Egyrészt gazdaságpolitikájukat tekintve ugyanott folytatnák, ahol egyszer már abba hagyták. Másrészt teljesen érzéketlenek az ország biztonságával kapcsolatos kérdésekre. És végül, ami épp ennyire fontos, miközben Szent Lászlóra hivatkoznak felszólalásaikban, tele van a padlásuk korrupciós ügyekkel. A gazdaságpolitikában éppen olyan terveket szövögetnek, amelyet egyszer már megvalósítottak, majdnem gajra is ment az ország ebben. Megint azon jár az eszük, hogy hogyan lehetne megemelni az SZJL kulcsokat, hogyan lehetne ingyen pénzt osztogatni munkavégzés nélkül, és hogy hogyan lehetne lenullázni a családtámogatási rendszert. Mi azt már jól ismerjük, hogy ez a valóságban, a gyakorlatban mit jelent, mert amikor hátrahagyták önök a kormányzást, akkor 36%-os volt az SZJL kulcs, nem is beszélve a fél szuper bruttó nevű förmedvényről. 2010-ben már javában bömbölt a devizahitelválság, ami azért robbant ki Magyarországon, mert önök felszámoltak egy jól működő otthonteremtési programot. És nem utolsó sorban ez volt az az időszak, amikor sokkal, de sokkal jobban megérte otthon ülni és a segélyt várni, mint elmenni dolgozni. Ezért volt az, hogy amikor önök letették a lantot, akkor 500 ezer ember jelentkezett be segélyért Magyarországon, ez csökkent 200 ezer alá. Aztán ott van a biztonság kérdése. Felfoghatatlan számomra és egyébként sokak számára, hogy hogyan lehet ennyire érzéketlen az MSZP a biztonság kérdésében. Eltagadták először a migrációs válságot, és azóta is vitatják, hogy kapcsolat van az egyre gyakoribb terrortámadások és az illegális bevándorlás térnyerése között. Végig akadályozni akarták a kvóta népszavazást. Nem véletlen, hiszen az MSZP elnöke még pár nappal ezelőtt is azt mondta az ATV-ben, hogy néha el kell fogadni a ránk nézve kedvezőtlen döntéseket is. Ezt a kvótával kapcsolatban mondta. Botka László meg megüzente egy nagy nemzetközi hírügynökségen keresztül, hogy lebontaná azt a határzárat, amely jelenleg Magyarország biztonságának legfontosabb garanciája. És hogy az egészet még súlyosabbá tegyük, az MSZP megszavazott az Európai Parlamentben, kérem, hogy ellenőrizzék a jegyzőkönyvet, egy olyan Magyarországot támadó határozatot, amely védelmébe vesz egy Magyarországon elítélt terroristát, aki egyébként kövekkel támad a magyar rendőrökre. És ezután kiderült még valami, az, hogy ezt az Ahmed H. nevű elítélt bűnözőt egy volt MSZP-s miniszter védi. Ő védi. Önök is nagyon jól tudják. Mondják már meg, hogy miért akarják gyengíteni az ország védelmi képességeit, főleg úgy, hogy tudják, hogy milliók véleményével dacolnak. Szeretnék még egy dologról szólni, azért, mert egy kísértet járja be Magyarországot, minden idők legkorruptabb baloldali kormányzásának kísértete. Az MSZP ugyanis már kutyarég nem volt kormányon, mégis még mindig halomra dőlnek ki a korrupciós mamut csontvázak a szekrényből. Ennek szimbolikus példája a Szeviép ügy. Itt 11 milliárd forint tűnt el úgy, hogy több mint 300 alvállalkozót károsítottak meg. A szálak Botka Lászlóig és Újhelyi Istvánig vezethetnek, úgyhogy ha Szent László intelmeit valahol szeretnék érvényesíteni, akkor itt javaslom. Az MSZP egyébként meg ahelyett, hogy tisztázná az egészet, még lefasisztázza az ügyben érdeklődő újságírókat és média bojkottot is hirdet. Na egyébként ilyen a viszonya a baloldalnak a sajtószabadsághoz és a véleményszabadsághoz és az átláthatósághoz is. Minden esetre reméljük, hogy a hatóságok majd mi hamarabb eljárnak ebben az ügyben. Tisztelt ház! Mindezekből jól látszik, hogy amit önök kínálnak Magyarországnak, az épp olyan, mint amit Gyurcsány Ferenc vagy Bajnai Gordon javasolt. A munkából élők terhelése, a családtámogatási rendszer leépítése, a középosztály megroppantása, leöntve az ország eladósításával és egy jó nagy adag korrupcióval. Ezen felül a határzár lebontása és a betelepítési programok megindítása. Ebből az is következik, hogy Botka László is épp olyan, mint bármelyik másik szocialista, aki végletekig terhelni a munkából élő magyarokat, és egyébként a biztonsági szempontokkal egyáltalán nem foglalkozik.
Tisztelt frakcióvezető úr, a választók döntenek majd végső soron, de azt hiszem, hogy az ország nem fog még egyszer behajtani abba a zsákutcába, amelyre az van felírva, hogy Magyar Szocialista Párt. Köszönöm, hogy meghallgatott.